Csucsánszki íveli majd kapu elé a labdát, két tagú a Váci Sorfal, Győri hátrébb rendeli őket. Csucsánszki, Petres, és 1-0 a Videoton javára a 44. percben az első félidőben. Csucsánszki kitűnően nyeste kapu elé a labdát, Petres pedig előrevetődve szerezte meg a Videoton vezető gólját. Olyan 3-4 méterre volt a kaputól Petres, kibújt, odabújt, odavetődött, és már is rezgett a háló, tehát a tavaszi szezon első gólját, a Videoton gólját itt a Sóstói stadionban Petres Tamás szerezte. A Videoton egyenlítő gólját sajnos nem tudjuk megmutatni, erről a dunaversi kollégák, akik az összefoglalót készítették, lemaradtak. Itt már az eredmény, Petres állítólag nagy góllal egyenlítette ki a Videoton a hátrányát. Sőt, a 36. percben a vezetést is megszerezte a Videoton, Emmer révén. Olyan gyors volt a lövés, hogy nem csak a kapus, hanem az operatőr is lemaradt egy kicsit róla. Szabadrugás a Videoton javára, Csonka íveli a kapu elé a labdát. Petres gólhelyzetben, és gyönyörűen beemelte a labdát. Klasszis dolog volt, hát ezt nem hitte volna senki, megmondom őszintén, hogy a dózsások legfőképpen nem. Petres valami fantasztikus nyugalommal, profi módon, vagy fogja vissza a jelzőket, ha nem tudom. Csucsánszki, Petres leveszi, lövésre Embernek, Ember lő, gól! 1-0 a Videoton javára az első félidő 20. percében. Petres önzetlen volt, nagyon szépen levette a labdát, visszagurított Embernek, aki viszont bal lábbal a bal alsó sarokban laposan belőtte a Videoton vezető gólját. Jónás, Jován, gólhelyzetben Jován, Petres és gól! Tulajdonképpen már Jován berúghatta volna, nagyon szépen ugrott ki Jován, végül odaadta a labdát Petresnek, aki ezzel 14. gólját szerezte a második félidő 18. percében, tehát újra vezet a Videoton. A tény az, hogy a 16-os vonaláról szabadrugás a 26. percben, Emmer, Csucsánszki, gól! Kérem szépen, ebből még nagyon sok vita lesz. Ebből nagyon sok vita lesz. Jön Bot József, Egervári Sándor, a Honvéd vezérkara. És a mérkőzés hogy alakul ezek után, az is nagy kérdés. Újból Emmer és Csucsánszki duó a labda mögött, mint a gólnál. A Honvéd játékosok közben lesre állítják itt az egész Videoton csatársorát. Csucsánszki. Gól! Óriási gólt lő Csucsánszki, a távolság 25-30 méter, hatalmas gólt lő. Úgy emlékeznek még az első Videoton gólra, ugyanígy volt. Csucsánszki, lesz a harmadik, mesterhármas lesz. Csucsánszki mesterhármast ért el, és a második félidő 20. percében 3-1-re vezet a Videoton. A második félidő 23. percében Csucsánszki szöglete száll középre, Szalai vissza, Csucsánszki ismételhet, jó. Petres fejes, gól! Gyönyörű gól! Petres 7 méterről ragyogóan, úgy ahogy megszoktuk tőle. Máriási, Luc Gyötri, Máriási mehet tovább, még mindig ő. Most adja középre, gólhelyzet, Jován, kapufa, Petres, gól! Másodszorra sikerült. Az első félidő 35. percében szerezte meg a vezetést a Videoton. Tulajdonképpen Jován előtt volt már a gólszerzési lehetőség. Hasonló, mint az első percben volt. László indul, kapja is. No, László! Belül Jován, Jován gólhelyzetben, gólnak kell lenni az is. Meg is érdemelte Jován, örül is, de nagyon. Nagy, a második félidő 44. percében eldőlt a mérkőzés. Most már
46. perc, Emmer ad középre, Németh, Petres, óriási gólt rugott Petres! 46. perc, 17. gólja Petresnek, csak úgy megjegyzem. Fantasztikus gólt lőtt. Ballal, bokából, lazán. Nagyon eltalálta a labdát, Németh fején. Csúszott tovább a labda, erre már senki sem számított, azt hiszem. Petres bődületes gólt lőtt, érdemes egyszer-kétszer megnéznünk ezt a gólt, hiszen egy élmény. Táncolgat Jován. Most egy jó beadás. Kiüti a kapus, Csucsánszki, lőhetni, gól! Boros kiütötte a labdát, Csucsánszki egyből lőhette volna, az igaz. Az első fél idő 10. percében 1-0 videót a javára, tehát Csucsánszki egyből lőhette volna, azt hiszem ez a többség véleménye, de hát nem baj, hogyha lekezeli, aztán utána lő gólt. Csucsánszki. Reklamál, nincs a sorfal 9 méterre. Most adja középre a labdát, gól! Csucsánszki lőtte a gólt tulajdonképpen. A második félidő 16. percében Jónás feje mellett elcsúszott a labda, és ezzel a mozdulattal, hogy nem ért bele Jónás, mindenkit megtévesztett, Boros kapust is. Hát kérem szépen, ez jellemző a mérkőzésre. Mindkét csapat ilcsisakkal játszik. Csucsánszki. Babai fejjel, gól! Ilyen csere, azt hiszem, hogy nagyon kevés van, Babai, itt se lehet fogni, utolsó lehet érni. Most állt be Babai, fél perce, annyi se. 20 másodperc állt be Babai, és már is gólt szerzett. Jován, Babai egyedül, most kapná a labdát, és Szalma eltévesztette, Babai egyedül mehet. Még mindig ő, most lő, és gól! Babai! Két gólt szerzett, 3-1 a második félidő 33. percében. Babai nagyon jó csere. Második gólját lőtte. Szalma talpa alatt elcsúszott a labda. Babai egyedül vezethette kapura. Hát nem volt azért egyedül, mert társasága akadt bőven, hiszen ott volt Vince és Udvardi is. No nézzük. Most Máriás íveli középre a labdát. Jován fejelés, gól! No végre! No végre! 35. perc. Ugye elemezgettem a videót, a játékát, legalábbis megkíséreltem elemezgetni, szóval ez hiányzott, az első gól nagyon, megérdemelt a videóton. Király most indul. Még mindig ő. Most ad középre, Petres fejel, gól! Na végre, a második félidő 17. percében szépített a videóton. Király nagyon szépen adta be a labdát, Petres ott állt 2-3 méterre a kaputól, és azért ezt már illet befejelni. A vasas védelem is hibázhat, Petres ezt használta ki. Csucsánszki következik. Hipata a labda, Petres veszi le, Babai gólhelyzetbe, gól! 3-2, és 5 perc van vissza. Király. Petres. Petres, gól! 38. percben. Egyébként érdemes megnézni majd még egyszer ezt a gólt. Ugyanis, amikor Király vezette fel a labdát, Petres már tette fel a kezét. Király felnézett, és gyönyörű szép, meg is köszöni. Meg is köszöni Királynak, Petres. Emmer, Csucsánszki, Jónás, még mindig ő, lövése Novatnak, gól! Az első félidő 24. percében megszerezte a vezetést a videóton. A jó öreg Novat a gólszerző, Jónás nagyon szépen tálalt Novat elé, aki 17 méterről laposan a bal alsó sarokba lőtte a videóton vezető gólját.